Annak idején, vagy 30 éve, amikor mentetek London-Donba, bye-bye London-Donba, akkor milyen járgányban mentetek? Mert nem hiszem, hogy egy ilyen összkomfortos busszal. Nem, hát ez beleférne többször is. Ez egy Ford Transit busz volt, és a hátunk mögött volt az összes berendezésünk, amivel ott játszottunk kint, illetve a bőröngyeink, táskáink, egy zacskóban jó fokhagymás, füstölt kolbász. Szóval elég szorosan voltunk, hogy úgy mondjam. Szerencsére lerobbant a buszon München előtt, egyébként az angol sofőr végig akart vezetni egyből. És akkor így legalább Münchenben kicsit körülnéztünk, meg beszállásoltuk magunkat egy éjszakára legalább. Nagyon fárasztó volt, és ahogy Londonba értünk, persze késve érkeztünk, este valamikor, este tájban, azonnal a menedzser kipakoltatta a cuccot, és nekünk játszani kellett. Borzasztó. Mondja az ászló lenni. Tegény apám nagy sok volt, mert egyszer a igazgató behívatta, hogy valami fülébe ment, hogy valamelyik iskola válon játszottunk. Akkor már kezdtek illésezni, és behívatta apámat ott, és hát ugye hát kitűnő tanuló volt, mindig büszke volt rám. És akkor mondtam, hogy 2 hétig szegény nem tudott velem megbékülni, mert hogy mondta az igaz, behívatták az igazgatóhoz, és hát Ötvösbe is, hogy akkor már hogy akkor éjszaka óta játszanak, akkor meg biztos, hogy isznak is, meg nők, meg minden fertelen mocsok. De aztán elmúlt nála. Bennem volt egy ilyen óckodás, hogy azért ez nem zene. Hát bizonyos esetekben, és most is azt mondom, hogy hát nem is volt az, szóval valami nagy kalapálás volt, még angol-amerikai számok közül is. De egy jó része rendkívül izgalmas volt, és nagyon föl tudta korbácsolni az emberben a kíváncsiságot. Mindegyikünk egyetemista volt. Volt 2 orvos, 2 műszakegyetemista, meg egy ilyen általános mérnök. És az általános mérnök a Bercsényi koleszba lakott, és akkor ő szerezte, hogy akkor ott a Bercsényinek játszunk ott vasárnaponként. És akkor aki elvégezte az iskolát, úgy állapodtunk meg, ugye akkor csinálja a saját szakmáját, és akkor az, ahelyett jön más. Mert akkor már más a szitu. És akkor úgy valaki, egy gépész elment, ahelyett hozta a konzsuzsi a Bródit, aztán egy évig még csak a Bródi volt ezek közül, aztán egy év, másik 2 is elvi, 2 orvos végzett, és akkor Levente közben már lejárogatott oda Bercsényibe, szünetbe, mindig kérdezte, hogy játszhatok-e. Játszál, öcsi. Aztán ott énekelt, meg gitározott, meg aztán úgy is játszott már, hogy hozzánk is beszállt. Főtöz vágta magát egy párszor rettenetesen, de nagyon szerették a népek. Na, jól emlékszem, valahol a Szent István park mögött, ott, ahol az a református templom van, most a APVRT-nek a székháza van ott, azt hiszem. Ott volt egy nagy grund, és a Lajosék oda járogattak focizni a Szalai utcából. És mi meg ott laktunk a Visegrádi utcába, és ott egyenesen ott mentünk ki a Dunapartra. Ez pontosan hát az a Gogol utca volt, és az kivezetett a Dunapartra, és mindjárt ott a református templom, és balra a grund. És akkor ott ismerkedtünk össze. És a Bercsényibe is már lejárt. Egy kis vörös szemüveges pattanásos srác, aki hihetetlen intenzitással adta elő magát a színpadon, amikor feljött, mint vendég egy-két számot elénekelni. Általában a She's My Baby című dalt énekelte, meg egy Yeah című dalt, nem tudom mi, csak hogy Yeah, és egy ilyen nagy rock, blues rock volt, amiben hihetetlen szuggesztivitással énekelt, gitározott, hanyat vetette magát a színpadon, és olyan extázisba jött, hogy talán az első olyan jelenség volt a színpadon, amikor megállt a nézőtér, és csak őt nézték, hogy mi történik a színpadon. Addig is volt némi show, mondjuk a maximum az volt, hogy a tas az a Ádám csutkán tudta ugráltatni a nyakkendőjét. Minél jobban bezsongtak a gyerekek, annál jobban bezsongtam én, de hát láttam, hogy már csak 4 húr van a gitáron a 6-ból. Akkor hozzáhangoltam az alsó húrokat, mert az ilyenkor elhangolódik, ezért akkor jött a következő szám, akkor a 4 húron nyomtam, bang, megint ezért. Hát akkor maradt 3 húr, akkor befejeztem a 3 húron a számot, és akkor meghajoltam. És ő volt Szörényi Levente, aki mint vendég jött, az én gitáromat kérte el általában, és a számtalanszor elmondott történet, hogy amikor visszaadta a gitárt, akkor általában alig volt már rajta húr, mert ebben az extázisban ő széttépte a gitárt, és letépte róla a húrokat. De nagyon hatásos volt. Úgyhogy nyilván ezeknek a vendégszerepléseknek a következtében kezdett a Lajos el vele. Kezdett vele tárgyalásokba, hogy jönne a zenekarhoz. Erről én nem tudok, hogy pontosan hogy történt, nyilván a Lajos története. Később valahogy kiderült, hogy a Napolettánába leültek, boroztak, és megállapodtak, hogy a Levente oda jön a zenekarhoz, de csak azzal a feltétellel, hogy a Szabolcsot, a testvérést is hozza. Én érettségi után egy évet eltöltöttem a Balassánál, és hát az egy professzionális zenekar volt, és hogy hát nagyon sokszor előfordult az, hogy nem tudtunk gyakorolni, vagy kotta nem volt, vagy valami, és akkor az ember úgy... Ez egy óriási rutin. Szóval tudja azt, hogy merre megy a dallam, akkor tudja körülbelül milyen akkord következik. Hát ezeknél az egyszerű számoknál, amik ugye az beatkorszakban előjöttek, hát úgynevezett három akkordos számok voltak, nem volt gond. És hát így aztán játszottam a Bergendék, és akkor egyik pillanatra a másikra elterjedt a városban, hogy itt van egy ilyen kis vörös, szeplős, pattanásos gyerek, aki marha jó tépkedi a húrokat. Így került aztán sor arra, hogy a Lajossal, amikor egyszer összefutottam ott a Grundon, azt mondja, gyere már le a Bercsényibe. Hát mondom, jó van, hát lemegyek. Hát le is mentem, ugye 500 ember az ajtó előtt, hát szó se volt arról, hogy én bejussak oda. Hát mondtam én ott mindenfélét, hát tojtak az ember fejére. Hát, legközelebb megint találkoztunk, nem? Lajos mondja, hogy hát miért nem jöttél el? Na, ott voltam én, csak hát valahogy intézd el, hogy bejussak, mert hát tényleg az egy szekta volt. Hát nem csak ez egyetlen ilyen volt, hát azért az Kampol, meg minden egyébben, Omega, meg... Tehát azért ezek a helyek zsúfolásig megteltek azon az egy hétvégén. És akkor a következő alkalommal valamilyen jelzésrendszerrel aztán végül is be tudtam verekedni magamat a tömegen keresztül, Tehát ott sem voltam egyszerű, mert amikor már bent voltam, akkor ugye hát persze nem kísértek föl a színpadra, mentem föl a színpad elé, meg minden, és akkor mondtam, hogy hát akkor egy szünetbe, akkor fölmegyek a Lajoshoz. De hogy fölmentem, hogy a oldalajtón, a színpad oldalába, hát ott is ült egy egyetemista, és így leereszkedett a partivisnyél, vagy a nem tudom én micsoda, hova. Hát mondom, én a Lajosra, na oda nem lehet csak úgy bemenni. És akkor, de tényleg, szóval ez egy komoly kis szervezet volt, és nagyon komolyan vették a dolgokat, és akkor valaki ott jött éppen, és akkor mondnak, hogy beüzent a Lajosnak, hogy várják. És akkor kijött a Lajos, és hát engedd be ez a Levente. Hát azt mondja, én honnan tudjam. Hát jó, így. És akkor bejutottam, és na hát így volt aztán az, hogy a Bródy már akkor ott pengetett, és hát akkor mondta Lajos, hogy a következő menetben akkor egy pár számot játszunk el együtt, megbeszéltük, hogy milyen számokat játszunk. Hát persze nagy imprók a számok között, vagy a témák között ment az alap, én meg nagyokat tekertem a gitáron. És hát eléggé lágyhúrjai voltak a Bródynak, mert ő nem mai napig se, ő nem egy tipikus szólógitáros, hát ő ottan hát ugye én meg nekem nem volt saját hangszerem, hát egy akusztikus gitárom volt, amin gyakoroltam otthon, nem volt pénzem arra. És ez pedig egy olyan futuráma gitár volt, amit én csak a Rákóczi úti hangszerbolt kirakatába láttam. Oda nyomtam az óromat az üveghez. Hát csoda volt tényleg, ilyen villanykapcsolós gitár volt. Na mindegy, aztán elkezdtünk játszani, és akkor ugye belelendültem ott valami szólóba, meg letérdeltem, meg minden, hát ezek magukon kívül voltak a gyerekek tényleg. Nagyon, hát, nagyon élveztem, nagyon, valóban nagyon nagy érzés. Ez ragadott el végül is a műfaj irányába. Annak ellenére, hogy nem, soha nem vettem komolyan így, hogy én ebből majd én perspektívikusan is élni fogok, működni fogok. Talán Levente más kellene sértődő, ha nem, akkor majd fölidézi biztosan, hogy ő neki meg az első nagy szerelme a Keszei Ági volt, aki már sajnos nem él, hogy azottan sertepert élt a Levente körül folyton, és úgy valamelyik nóta végén fölvisított, és elkezdett tapsolni, amitől a közönség is úgy belelkesedett, és akkor aztán az a töréspont, legalábbis a Levente onnan számítja, ahol aztán a közönség úgy elkezdett minket tényleg úgy drukkolni és úgy rajongani értünk. Tehát odáig csak olyan hűvösen szemlélték, hogy most mit akarnak ezek itten. Aztán megkérdeztem a Leventét, hogy hát, öregem, elmegy a tas meg a nem tudom én kicsoda, össze helyette. És ő akkor tájt már a Balassánál játszott, és gondolkodott, azt mondja, hát eljön, de ha húzhatja a testvérét is, aki nem tudom, hol játszott. Szabolcs is közben egyetemre járt akkor még. Építészkarra, vagy nem tudom, hova járt ő. Hova húzhatja persze. És akkor eljöttek. És akkor Zoli rá egy jó fél évre, vagy ilyen tájt jött, mert akkor a dobos is abbahagyta az orvosit. Nem nagyon akartam elkötelezni magam, megmondom őszintén. De hát aztán megittunk egy üveg vörösbort ketten ott, és hát a végén aztán azt mondtam a Lajosnak, hogy hát ha a Szabolccsal mehetünk ketten, akkor lehet róla szó. Tehát a Szabolcs akkor már basszusgitározott, és ő szintén ilyen, mondjuk ő nem állandó bandákban, hanem ilyen OSK által kiközvetített nyári zenekarokban játszott, például itt Siófokon, meg különböző helyeken. Ilyen egész nyári zenekar. Akkor még voltak ugye kerthelységek, vendéglők, stb., ahol zenekarok játszottak, élő zenekarok játszottak, és nem is rosszul. Hát a Szabolcs az egyik ilyen zenekarban játszott nyaranként. De ő egyébként egyetemre járt, és akkor hát így aztán a Lajos azt mondta, hogy hát akkor jó, akkor csináljuk így. És akkor én meg viszont nem csak a Szabolcsot vittem, hanem aztán később a Pásztory Zolit, mert első körben a régi dobossal játszottunk, a Körmendi Zsóval, meg még a Csárlival, a Lajos öccsével, aki szaxofonos volt. Nagyon jó szaxizott, senki úgy nem fújta meg a szaxit azokban az időkben, olyan jó, szaftosan, mint a Herikensben. Senki, csak próbálkoztak. Ő pedig megfújta, jó, hát dögösen szólt, az biztos. A 64-ben még az Illés zenekar előtt Siófokon, a Matrosz csárdában júniustól szeptemberig játszottam egy OSK, tehát egy vendéglátóipari zenekarban, akkor ezek voltak az igazi jó nóták, mert hát ugye ezek mind ilyen vendéglátós szaxofon, kis dob simogatja, meg zongora, meg nem tudom mi. És én meg ezzel az ezüst elektromos gitárral, hatalmas erősítővel, meg ládával, én ottan játszottam ezeket a Shadows, meg Vinedi nótákat. Én így mondom, mert így tanultuk mi annak idején, hogy Vinedi, pedig biztos nem így mondják ma már. Na, lényeg az, hogy és iszonyatos őrjöngés lett, hogy a kelet-német meg csehszlovák turisták ottan söröztek, meg vacsoráztak a Matrós csárdába, és aztán persze tánc is volt, és ott a vége felé már állandóan az erősítő tetején mászkáltam, és ott játszottam, meg a függönyön lógtam, meg pedig akkor még nem voltam ilyen, tehát még nem is láttuk ezeket a filmeket se igazán, hogy amik még ezeket általában abban az időben gúnyosan egy szombat esti híradó végén bemutatták, ugye, hogy láma nyugati ifjúság, ilyen őrült, őrjöngenek, és az extázis, a Coca-Cola mámorba fetrengenek, és mit tudom én. A tánc már nem csak szórakozás, de sport is. Montreux-ben rendezték meg ugyanis a rock and roll világbajnokságot. A legváltozatosabb figurákat produkálják a táncosok, amelyek közül, valljuk be, nem sok érvényesülhetne egy ízléses 5 órai teán. A Lajos bejelentett, hogy feloszlatja a zenekart, és ő a Szörényi testvérekkel megállapodott, és hogy ő most úgy dönt, hogy átalakítja, és gyakorlatilag kirúgta a halászöcsit, meg a tast. Az öcsém még volt egy darabig, talán egy fél évig, egy évig, és elvitték katonának, és utána már nem is fért már bele nagyon ebben az egészbe, meg ő inkább, mondjuk ha erőltettem volna, akkor nem lett volna semmi, de ő nem választotta, ő az a kellemes kis pókári életet, ahol szerdánként, mikor forduló volt, kupa forduló, akkor nyugodtan megnézhette. Én meg a vizében nyomultam a Fehérvári úton, és hajamat tértem. Jó, óriási meccseket. Na. A Lajos mondta, hogy jön a következő próba, ahova ők már ne jöjjenek el, és elhívta a Szörényi gyerekek, megjelentek a Szörényi gyerekek, kicsit gyanakodva néztem őket, hogy most akkor miattuk kellett ezt a régi zenekart szétrugni, de a Leventék rögtön az első próbán elénekelték a Rolling Stones-tól az It's All Over-nát, ami rám frenetikus hatása volt. 65. januárjában pedig már megalakult ez az Illés zenekar, még a Pásztory nélkül, de az már csak pár hónap kérdése. És akkor onnantól kezdve már akkor vettem egy Paul McCartney típusú hegedű alakú basszusgitárt, akkor már lehetett kapni a Triálba, ott a Rákóczi úton, még a Bodánszkinél volt még ott valami fő, mit tudom én, eladó, vagy nem tudom kicsoda, na mindegy. És akkor onnan már viszonylag profi hangszereken játszottunk. Még az erősítőink még hagytak kívánni valót maguk után, de már a hangszerénk már jók voltak, tehát azok már azért már, azokkal már ki lehetett hajtani a közútra. várja, ne menj el. Légy jó kicsit hozzám, hogy indulni tudjam, ne menj el. Minden napra írok neked, hosszú leveleket. Minden este veled leszek, ígérem, mindig veled. A 64 őszén már érezhető volt valami változás. Ebben a 64-es évben a zenekar, minthogyha túllépett volna, túlhaladt volna egy amatőr szinten. Azt hiszem, hogy a Lajos már abba hagyta az egyetemet, rájött, hogy ő nem bírja. És volt egy-két olyan felvétel, bekerültünk a hanglemezgyárba valami kísérettel, úgy emlékszem, hogy a Psota Irén is kísértük valahol. Szóval volt egy-két ilyen lehetősége a zenekarnak arra, hogy az akkori profi világ felé orientálódjon, és a Lajos ezt nagyon komolyan vette. Ha hihetünk a legendának, akkor volt a hanglemezgyártóvállalatnak egy rendkívül részeges zenei rendező, aki nagy konyakozott, és ugye úgy szól a zenekari fáma, hogy a Lajos beitta a zenekart. Addig ivott vele, ameddig bekerültünk a stúdióba. A leges-legelső, az a kis lemezünk, ahol még a Leventék nincsenek, az úgy történt, hogy én a KISZ Központi Együttes úttörő énekkarában énekeltem. Nagyon szerettem énekelni, és ott a Rottenmüller utcában volt a székhely, és akkor még gyerekkoromban még tudtam is, és volt vagy 100 vagy 200 tagú ilyen úttörő énekkar, vagy gyerekénekkar, és ott a karnagy, Subik István karnagy úr volt. De nagyon szerettem oda járni, mert csodálatos, hogy ennyi gyerek együtt 4 szólamban, és komoly műveket énekeltünk. És utána olyan kiöregettem, és egyszer csak találkozok az utcán vele. Mondom, jó napot, Pista bácsi, hogy tetszik lenni? Azt mondja, hát jó vagyok, gyere Lajoskám, mit tudom, ígyünk egy sört. Hát hol dolgozik Pista bácsi? Hát én a hanglemez gyártóvállalatnál vagyok, itt tudom én, zenei rendező. Mondom, de jó, találkozok a Pista bácsival, mert van nekem egy zenekarom, aztán csinálnának egy lemezt. Hát azt mondja, csinálnánk, persze csinálnánk. És akkor úgy csinálták ezt a kis 4 számos lemezt.